fáj a földnek, és fáj a napnak, a mindenségnek fáj dalom. De aki még nem volt magyar, nem tudja, mi a fájdalom. Elvészett a nemzet nagy Magyarországért. Most sér, zokog a lelkünk hegyekért, krónákért. Aki azt majd egyszer újra feltámasztja, áldja meg az Isten és minden magyar hajta. Most hát okulásul figyelj a szavamra. Figyelj, s kezed merítsd a hűskodat. Érezd a hatatunk sebes rohanását, az ország szívének minden dokonását. Hallgasd a követet, hallgasd, amit mondják. Idegen hatalmat őket összezúzták. Kőnek és embernek ugyanaz volt sorsa. Mostoha gyermekei egy világtagosság. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megemlékezők! Mezőkőváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megrendezésre kerülő városi megemlékezésen. Külön tisztelettel köszöntöm Mezőkőváros polgármesterét, Herceg Zsolt urat, Bata Attila Viktort, Mezőkőváros alpolgármesterét, dr. Sebestyén Katalint, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal mezőtúri járási hivatala hivatalvezetőjét, dr. Farkasinszki Fannit, mezőtúrváros feljegyzőjét. Köszöntöm továbbá a Történelmi Egyházak képviselőit, Fülöp Mónika evangélikus lelkész, Besztercei András református esperes, Ondavai Tibor plébános pápai felátust. Köszöntöm továbbá a megjelent városi képviselőket és minden tisztelt megemlékezőt. Távori Piroska. Üzenet Erdélyből. Üzent az olt, maros, szamos, minden hullámuk vértől zavaros. Halljátok ott a Tiszán, mit zeng a szél a Hargitán, mit visszhangzanak a csíki hegyek. Erdély hegyein sűrű fellegek, ez itt magyar föld, és az is marad. Tiporját bár most idegen hadak. Csaba mondája új erőre kél, segít a víz, a tűz, a csillagok, és nem leszünk mások. Magyarok. Ha szól a kürt, egy szálig feltelünk, halott vitézek lelke jár belünk. Előttünk száll az őstúrul madár, nem is lesz gát és nem lesz akadály. Ember lakol, ha ellenünk szegül, a székely állja rendületlenül. Üzenik a gyergyói havasok, megvannak még a régi fokosok. Elővelük, gyertek, segítsetek, hollók kesejük tépik a szívünket. Rablók hordják szívják a vérünket. Ha nem harcoltak vélünk, elveszünk. A honszerző hősöknek fantja vár, ha odavész az ősi magyar határ. S ha rablónak kedvez a világ, mutassunk akkor egy újabb magyar csodát. Megmozdulnak mind a csíki hegyek, a székelyföld nem terem kenyeret. Elhervad minden illatos virág, mérget terem minden gyümölcsfa ág. Vizek háta nem ring a csónakot, székely anya nem szül több magzatot. Vadon puszta lesz az egész vidék, s ha végezetül még ez sem lesz elég, a föld megindul, a mennybolt megszakad, de Erdély földje csak magyar marad. Felkérem Csányi Rihárd városi képviselő urat és a Túri Olvasókör Egyesület tagját, mondja el megemlékező gondolatait. Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatja.
de miről a nemzet félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, és mindig kétséges. Tisztelt megemlékezők! Amikor a naptár június 4-e felé halad, évről évre eszembe jutnak Deák Ferenc ezen örökérvényű gondolatai. Nem csak azért, mert a mai napig fájóan aktuálisak ezek a sorok, hanem azért is, mert kristálytisztán rávilágítanak társadalmunk legnagyobb nemzeti tragédiánkhoz fűződő viszonyára. Szomorúan állapíthatjuk meg, a ma emberének tudatába még mindig nem épült be kellőképpen Trianon vesztesége, ezért nehezen talál érzelmileg kapcsolódási pontot a 96 esztendeje történt eseményekhez. Sokak számára ez a nap még mindig csak egy dátum, vagy jobb esetben egy olyan történelmi tény, amely egy hajdan volt teljesebb és dicsőségesebb kort zárt le, és mint ilyet véglegesnek kell tekinteni, és rossz emlékként el kell felejteni. Létezik ezen felül országon belül is egy olyan vélekedés, mely szerint a tragédia okozói mi magunk vagyunk, és mint bűnös nemzet annak következményeit viselnünk el az idők végezetéig, még akkor is, ha a diktátum igazságtalansága mindenki számára egyértelmű és vitathatatlan. Így azonban csak az ellenségeik gondolkodnak, és gondolkodtak hosszú-hosszú időn keresztül, hiszen ahhoz, hogy a trauma a néplélekben feldolgozatlan maradt, nagyban hozzájárultak azok a néma évtizedek, amikor Trianon említése is vádat, olykor büntetést, de minimum társadalmi kirekesztettséget mint maga után. A téma tiltva volt, a történelem könyvek nem részletezték, és generációk nőttek fel úgy, hogy alig hallottak róla. Sokáig még emlékezni sem lehetett. A hivatalos kultúrpolitika tudomást sem vett a határon túli magyar művészetről, tudományról, és azoknak művelőiről. A hatalom idegen, fölsőbb érdekeknek engedelmeskedve elárulta a magyarságot. Ezekben a nehéz időkben, az otthonokban, a szűk családi vagy baráti körben pislákol tovább, csupán csak az igazság lángban. Én is, mint annyian mások, szüleimtől szereztem meg a témával kapcsolatos első ismereteimet. Emlékszem, ahogy édesapám a széles konyhaasztalon sápat villanyfénynél terítette ki az iskolai történelmatlaszt, és lelkesen magyarázta bátyámnak is nekem, mekkora is volt, ahogy ő mondta, az igazi Magyarország. Én pedig érdeklődve hallgattam a szomorú történetet, hogy a világ akkori hatalmasságai hogyan döntötték el egyetlen tolvonással, piknikasztal mellett szivarozva hazánk sorsát. Hogyan sugorodott az ország területe 325.411 négyzetkilométerről 93.073 négyzetkilométerre, és hogyan került magyar lakosságának egyharmada egyik napról a másikra idegen uralom alá, válva kitaszították saját szülőföldjét. Miképpen hasalt rá Erdélyre a volt szövetséges Románia, és hogyan licitált javainkra, megmaradt területeinkre a baráti cseh, és ahogy akkor hívták, a szerb-horvát-szlovén állam, és mi bónó szakított részt Magyarország testéből megaláztatásunk beteljesítéseként az ugyancsak vesztes Ausztria. Felsorolni is nehéz, hogy a népességbeli és területi veszteségeken kívül mennyi a magyar talentum által szorgos honfikezek munkájaként létrehozott, valamint természet alkotta erőforrástól fosztottak meg bennünket, ipari létesítmények, közlekedési útvonalak, közintézmények és kereskedelmi csomópontok, valamint a mezőgazdaság szempontjából stratégiai értelemben fontos területek formálása. Nem beszélve a messzeföldön híres nemesész bányászatunkról. Hadiiparunkról, az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközeinkről, járműveinkről, ásványkincseinkről és a tenyérdek használatról. Ezek mellett természetesen, mint vesztes állam, évekig jelentős összegű havisarcot is kellett fizetni. Gyermek voltam még, mikor édesapám szájából hallottam ezeket a sokkoló tényeket, és az igazságtalansággal való első szembesülés döbbenetes erővel hatott rám, és örökre a jóvátétel ügye mellé állott. Tisztelt megemlékezni. A veszteség lista ma már közismert.
A pontos adatok könnyen felelhetőek, és az iskolában is a tananyag részét képezik. Mégis az már a mi mindannyiunk felelőssége, hogy a trianoni gyászt érzelmileg is magáévá tegye a feltörekvő nemzedék, és az igazságtétel igénye a nemzet önazonosság tudatának részévé váljon. Mert ahogy Juhász Gyula írja, nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erőszerzett vitézünk, és magyar szív és ész tartott meg vizet. Tájékoztatása nehéz feladatát vállalta fel a Trianon Társaság, melynek mezőtúri csoportja 2005-ben kezdte meg a június 4-i megemlékezések szervezését az első világháborús emlékművel. Ekkor még csak néhány tízen voltunk jelen, mi a szervezet tagjai és pár elkötelezett érdeklődő, valamint legalább ugyanennyi rendőr. Elszántak voltunk. Beszélni akartunk végre erről az egészről. Az nem lehet, hogy a rendszerváltozás után másfél évtizeddel is tájékozatlan és közönös legyen a társadalom Trianont illetően. Beszélni akartunk Trianonról, és éveken keresztül kiártunk ide emlékezni. Emlékezni, és nem ünnepelni. Megdöbbentve hallom, hogy manapság többen egyfajta ünnepként emlegetik ezt a napot. Így mondják a nemzeti összetartozás napja. Rendben van, beszéljünk ma a nemzeti összetartozásról. Rendben van, közelítsünk úgy ehhez a borzalomhoz, hogy a lehető legkevésbé sérüljünk most már. De kérdezzük meg magunktól, hogyan valósul meg a nemzeti összetartozás? Úgy, ha csak beszélünk róla? Vagy ha a nemzeti sorstragédiánkat az évfordulón így nevezzük? Nem. A nemzeti összetartozás úgy valósul meg, az év minden napján teszünk érte, s a felelősséget vállalunk mindenért, ami magyar. Érvényes ma is Szabó Dezső gondolata. Minden magyar felelős minden magyarért. Akár ez a sor is állhatna büszkén, és emlékeztetünk az ország zászló alatti emléktában. Ez a gondolat vonatkozik azokra a magyarokra is, akik már nem élnek. Akik valamikor Nagy Magyarországért, a Kárpát hazáért haltak meg, azzal a reménnyel szívükben, hogy áldozatok végül is értelmes és szükségszerű lesz. Értük is felelősséggel tartozik tehát, mint ahogy ők is, egy szebb eljövendő érdekében végső soron értünk esteket. A felelősség és szolidaritás tudata ezen a ponton, ennek felismerése után bátorságot követett. Bátorságot, mert ki kell mondanunk végre, nem elég csak emlékezni, de reménykedni is tudjuk. Ha ma még olyan elképzelhetetlen, ha ma még olyan távolinak tűnő is, szívünkben ott él valami rejtelmes izgalom, valami soha el nem csitulló várakozás, dacos ős magyar parancs, visszaszerezni. Nem háború áll, de békében, a lehetőséget várva, és majd a megragadva. A visszaszerzés igénye belülről táplálkozik. Minden épp magyar ösztönös belső készítés. Nem látszik rajtunk. Feleslegesen nem emlegetjük, de hiszünk be. Sokunkat ennek reménye vissza rá. A kissé szentimentális, pátoszos bizakodás ott lakik otthonainkban. Velünk ér nyugovóra, és velünk ébred. Eljön az irodába, a gyárba, a földekre, mellettünk utazik a buszon, és ott van, mikor hazatérünk is. Így bennünk él, nincs végletes bánat. Nincs teljes hitehagyottság, mert idegrendszerünk megfejtetetlen leges legmélyéről cinkosan ránkosolok. Ó nem, ez nem bűnös uszító indulat. Ez maga az élni akarás, a kifosztott egyetlen elvehetetlen kincse. Ezért abszurd, de ettől katartikus. Feladatunk, hogy igazságunk katarzisát átélhessék gyermekeink és unokáink is. A valamikori visszaszerzés heroikus hite ott kell, hogy munkálkodjon a magyar lelkekben. Csak így, és csak ezzel lesz teljes, válhat feldolgozhatóvá a trianoni gyász, csak így van értelme ma idejönnünk, és csak így leszünk képesek tragédiától sújtottan bár, de mégis büszkén tekinteni az eljövendő Magyarországra. Én hiszem, hogy így lesz, mert
hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Köszönöm képviselő úr megemlékező szavait. Ezért a keresztet válaimra veszem, ezért magam is reál feszíthetem. Szeretném harsogni kérkedők fülébe. Szeretném égetni reszketők lelkébe, lángbetűkkel írni véres magyar égre. Ez a hit a fegyver, hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged, ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogót sejmére, ezt, ha belevésed kardok pengéjébe, halottak országát feltámasztott vére. Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted. Munkás, ki ezt vallod, boldog jövőbe. Asszony, ki tanítod, áldott lesz neked. Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vittél. Polgár, ki ezzel kelsz, új hazát szereztél. Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél. Mert a hit az erő. Mert aki hisz, győzött. Mert az minden halál és kárhozat fölött az életvilággal szövetséget kötött. Annak nincs többé rém, mitől megijedjen. Annak vaska szíve minden vésszel szemben. Minden pokol ellen, mert véle az Isten. Annak lába nyomán zöldül a temető. Virágdíszbe borult az eltiport mező, édes madárdaltól hangos lesz az erdő. Napsugártól fényes lesz a házatája, mézes a kenyér, boldogság tanyája, minden nemzetségét az Isten hálása. Magyar, te most árva, elhagyott, veszendő, minden nemzetek közt lenn a földön fekvő. Magyar, legyen hited, s tiéd a jövendő. Magyar, legyen hited, s tiéd az országod, minden nemzetek közt az első, az áldott, Isten, amit néked címeredbe vágott. Szíved is dobogja, szabad is hirdesse, ajkad azt rebegje reggel, délben, estve, véreddé, hogy váljon az ige, az eszme. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Tisztelettel felkérem az egyházak képviselőit, hogy mondjanak imát. Boldog az, akinek Jákob Isten a segítsége,
és Istenében, az Úrban van reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert is, ami csak bennünk van, ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre dicsérjétek az Urat. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk, akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. A zászló hirdesse. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Istennek szent igéjét olvasom Zsidók könyvéből, a második fejezetből, az első versből a következőképpen. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Amen. Erre szeretnék most én is bátorítani mindenkit, hogy ne sodródjunk ebben a világban, hanem tanuljunk meg céltudatos életet élni. A történelemnek nincsen célja némelyek szerint, hanem egy örök körforgás, amely ismét végül magát. De hányszor fogja még vajon megismételni? Meddig tart még vajon ez a körforgás? Nem tudjuk. Nem is érdemes ilyesmén talán gondolkodni, de emlékezni szabad. Tanulni a hibákból szabad. Az biztos, hogy Isten az ő igéjét azért adta a kezünkbe, hogy legyen ebben a körforgásban irányítunk. Legyen mihez viszonyítanunk azt, amit hallunk, amivel be akarnak csapni bennünket, és legyen egy olyan biztos pont, amihez mindent mérhetünk. Ilyen műszernek, ilyen iránytűnek adta az Isten az ő igéjét, ezért is mondja, hogy még jobban figyeljetek, hogy valamiképpen el ne sodjunk. Aki ezt nem veszi komolyan, az nagyon könnyen áldozattá válik. Isten igéje minket a legkülönbözőbb társadalmi, történeti kérdésekben is helyes döntésre segít, hiszen világosság árad belőle. Magyarországot több szörnyű csapás is sújtotta. 1526-ban a Mohácsnál törökök zúdultak az országba. 1920-ban a trianoni vérbíróság Magyarország kétharmadát hasította le, és ajándékozta idegeneknek. Most, mikor vesztességünkre emlékezünk, vigyük magunkkal ezt az igét is haza, még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Talán kevesen tudják, hogy egy bizonyos párizsi szalomban döntik el mindössze néhányan azt, hogy a következő évben mi lesz a világ, és a világ a tömeg megezik, és néhány tíz ember kizárólag anyagi szempontból szerint jönnek fel, és hitel valamit a változással, és a tömeg önkéntesen követik. Még jobban kell figyelnünk a hallottakra tehát, hogy valamiképpen el ne sodortassunk ebben a világban. Én ma mindenkit arra szeretnék bátorítani,
a lázadásra és arra, hogy tanuljunk meg az Isten igéjének a világosságában gondolkozni és járni, hogy a történelem összoldala ne ismételjesse meg önmagát, még abban a körforgásban sem, amelyben élnünk kell. Csak vezess, Uram, végig, és fogd a kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincsen megkevés. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk is sinelődött. Mindenható örök Istenünk, élő hittel valljuk, hogy minden adomány tőled származik, és a népek sorsa is kezedben van retéve. Te mondottad, jóságos Istenünk, hogy kérjünk, és megadatik nekünk. Ezt a bizalomra serkentő ígéretedet kiterjesztetted a nemzetek életére is, ahogy ezt népünk sorsából látjuk. Ezért első szent királyunk példáján a teremtmény hódolatával és gyermeki bizalommal kérjük mindazokat a kegyelmeket, amelyek segítségével a te néped, a te kijelölt hivatásának teljesítheted. Mindenható Istene, népek örök királya, bizalommal hozzád fordulunk, a lázatos könyörgésünkkel. Tudjuk, hogy mindenkor segítesz a benned bízókon és hozzád folyamodókon. Te vagy erősségünk és menedékünk. Ments meg minden további veszedelemtől, széthúzástól nemzetünket, és vezess az igazság és a béke útján. Törd meg a vakmerő gonoszság erejét, irányítsd népünk törvényes vezetőit, adja családoknak erőt nehéz helyzetükben, óvd meg ifjúságunkat minden lelki veszedelemtől, add, hogy őseink tiszta hitével és hűségével munkálkodjunk hazánk javára, és így nemzetünk színed előtt irgalmat és meghallgatást találva dicsőíthessen téged, minden erőnek hordását és jónak adományozóját, aki érzi és uralkodol a világ fölött, most és mindörökké. Amen. És most imádkozzunk együtt minden magyarért, amiként a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenekké. Tisztelt emlékezők! A kegyelet az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezése következik. Koszorú elhelyezésére Mezőtúrváros önkormányzata nevében felkérem Herceg Zsolt polgármestert, Batta Attila Viktor alpolgármestert és dr. Farkasinszki Fanni aljegyzőt. A Jászna-Kunszolnok megyei kormányhivatal mezőtúri járási hivatala részéről dr. Sebestyén Katalin hivatalvezető koszorút helyez el.
Felkérem Patkós Éva városi képviselőt koszorú elhelyezésére az erdélyi testvér településeink Árkos, Kálnok és Sepsipőrös patak nevében. Koszorút helyezzel a Politikai Foglyok Szövetsége és az 56-os Vitézi Lovagrend mezőtúri szervezete. Koszorút helyezel a Bajtársi Egyesület. Koszorú elhelyezésére felkérem a mezőtúri közművelődési és sport közhasznú non-profit KFT képviselőjét. Koszorút helyezel a Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda. Koszorú elhelyezésére felkérem a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Mezőtúri Tankerület képviselőit. Koszorú elhelyezésére felkérem a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnáziuma szakközépiskolája és kollégiuma képviselőjét. Koszorút helyezel a Mezőtúri Református Egyházközség és oktatási, valamint szociális intézményei. Koszorút helyezel a Mezőtúri Evangélikus Egyházközség. Koszorút helyezel a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Túri Polgári Kör és a Fidelitas Mezőtúri Szervezete.
Koszorút helyez el a Jobbik Magyarországért Mozgalom mezőtúri szervezete és a Jobbik Ifjúsági Tagozat mezőtúri szervezete. Koszorút helyez el a Magyar Szocialista Párt mezőtúri alapszervezete. Koszorút helyez el az Újvárosi Hagyományőrző Klub. Koszorút helyez el a Mezőtúr és környéke kistérségi nyugdíjasok civil társulása. A megemlékezés virágait a Túri Olvasókör Egyesület tagjai helyezik el. Kérem a magánszemélyeket, helyezzék el a kegyelet az emlékezés virágait. Tisztelt megemlékezők! Megköszönöm a Túri Olvasókör Egyesület mai műsorát, köszönöm Patkós Éva városi képviselőnek és Kalockai Sándornénak. Kérem önöket, megemlékezésünk végén énekeljük el közösen a szózatot.